Nagyon szép és izgalmas napon vagyunk túl, forgatási napon, ugyanis ismét rögzítettünk az Aranybányának 3 újabb adását. Ugye ez bizonyára megszokta már mindenki, vagy remélem, hogy megszokta mindenki, hogy 2 hetente hétfőnként jelentkezünk egy-egy újabb részbe, és hát ezeket talán nem műhely titok, hogy nem 2 hetente vesszük föl, hanem egy-egy etapba. A mai nap először Gregor Józsefről beszéltem. Azt hiszem, hogy Gregor Józsefet nem kell bemutatni a nézőknek, illetve nagyon nagy baj van, hogyha be kell mutatni még vagy már Gregort, aki tényleg a magyar opera játszásnak egy ikonikus, legendás alakja volt, akinek meglepő módon, annak ellenére, hogy örökös tag, a karrierje talán jóval inkább, és a szíve jóval inkább köthető Szegedhez, mint az Operaházhoz, de hát évtizedeken keresztül örvendeztette meg, részben tagként, részben nagyon sokáig vendégművészként a budapesti közönséget is az ő egészen különleges művészetével. És tényleg arról beszélgettünk itt a forgatás szünetében, hogy mi lehetett az ő titka, mi lehetett ennek a Gregorságnak a titka, és hát részben megfejthetetlen, részben pedig tényleg, amikor ő elindult a 70-es, 80-as évekbe, annyira be volt szűkülve még a magyar médiapiac, hogy könnyebben lehetett valakinek berobbanni, aki valaki volt. És hát tényleg azért egy Gregor névre el lehetett adni az Operaházat és az Erkel Színházat, egy Don Pasquale-ra, vagy egy szerelmi bájitalra egyszerűen elég volt kiírni, hogy Gregor József, és már is megtelt a ház. A következő adás az egy számomra, az én szívemnek nagyon-nagyon kedves forgatás lett. Tényleg az Aranybánya történetének, most már több mint 2 éves történetének az egyik legszebb adása volt. Fülöp Viktorról, a legendás balettművészről beszélgettem Szakály Györggyel. Viktor olyan volt, hogy bejött a tömegbe, és mindenki oda kapta a fejét, mert de most ezt igazából nem lehet megtanítani. Egy Fülöp Viktorhoz méltó beszélgetést sikerült Szakály művész úrnak hála leforgatni, és egy picikét megismerhettük azt a Fülöp Viktort is, akit én már nem, és a nagy közönség sem ismerhetett. A balettermek, a balettmesterek és a küzdő, gyötrődő ember és művész arcképét is. A harmadik felvétel pedig egy másik Fülöpről, Fülöp Zoltánról szólt, az Operaház kiváló díszlettervezőjéről, aki közel 40 éven keresztül volt ennek a színház tagja. Ez a Lamer Muri Luciának a díszletterve, és ahogy nagyon jól használtad a szót, hogy festményszerű kép. Miután tervei még az elmúlt évtizedben is láthatóak voltak, ugye a Manon vagy a Don Pasquale, én azt remélem, hogy sokan vannak még, akik emlékeznek a Fülöp tervekre, illetve sokakban fog kelteni kellemes, nosztalgikus érzést, hogyha ezeket a terveket megmutatjuk önöknek. Úgyhogy erről fog szólni a következő 3 aranybánya. Nem tudok zárszóként frappánsabbat mondani, mint amivel ezeket az adásokat szoktam kezdeni. Szerencse fel, tartsanak velünk 2 hetente, hétfőnként az Aranybányában.